első voltak rendse. Ki, hogy vegyem ki? Simán csak kiveszed újra. Megnézed, hogy jó-e. Ahogy mutattam, kis tának kell lennie, nem pedig kifele mutatónak. Jó. Szóval mi van akkor, hogyha fogom és csak így rányomom azt a retinámra? Hát próbálkozhatsz vele. Igen? Nem szokott összejönni? Nem. Nem? Nem. Honnan férek hozzá? Na. Ez az, amit neked kell kitapasztalni, neked hogy kényelmes betenni. Van akinek mutató ujjal könnyebb, van akinek középsővel, van akinek gyűrűs ujjal. Van akinek kis ujját használja, tehát ezt neked kell eldönteni. Ha nézed, rosszabb. Nézd oldalra. Sokkal könnyebb lesz. Tényleg fura érzés, hogy hozzáér az ember személyhez. Hideg. Hogy volt a nyunkapiszka? Hideg. Ha akarsz, akkor ránézhetsz, hogyha neked úgy könnyebb. De nem könnyebb. Nem könnyebb. Nem tudom, nem férne be. A felső szempilládat jobban feszítsd fel. A szempillámat? A szempilládat. A szempillámat. Konkrétan a szempilládnál fogd meg egyből a tövén, és feszítsd fel. A felsőt is. Így? Úgy-úgy. Így? Úgy-úgy. Mint ha ki akarnád szedni a szemgolyódat. De, csak kihunyorogtam, 2 óra is meg lesz. Mit mondta neked, mennyi volt az első? Nekem 1 óra volt. 1 óra. Még egy kis türelmet kérek. De elengeded a szempilládat. A felső szemhéjadat feszíts teljesen föl. Ez pislog, csak így viják, ugye tudod. Igen, nagyon nehéz, hogy ne pislogj. De majd hozzászoksz. Próbáld meg a másik szemeddel. Nem! Pihentesd egy kicsit, mert be fogsz pánikolni. Igen. Szemhéjfeszítőt kéne hozzá. Ezt a, hogyha elmész az dokihoz, az optikushoz, ezt meg fogja neked mutatni, hogy hogy kell. Tehát nem csak tőlünk tanulsz, hanem elmész optikushoz, és kikéred a véleményét, hogy szabad-e neked. Vagy nem. Elkezdett csöpögni az orrom. El fog kezdeni csöpögni az orrod. Ez így van. Mert ha a könnyed csörög, a taknál is van. Igen. Mi van? Bocs. Leesett. Fertőtlenítés. Tudom, csöpi. Csöpi. És neked mennyit kell gyakorolnod, mire rutinosan ment? Hát nekem igazából, miután kiszenvedtem magam az 1 óra után, simán be tudtam meg kivenni. Hajjá. Ne lehessen! Akkor is sikerülni fog. Mit csinálunk akkor, hogyha leesik? Azonnal feltöltlenítöd. Ugyanígy egy pár pötty, ugye? Ugyanígy egy pár pötty, szépen lemosogatod. És mi, hogyha macskát tartok, kutyát tartok, iguána? Hát ellenőrzöd, mielőtt beteszed a szemedbe, hogy biztos jól lemostad, és nincsen szőr, vagy pikkely, vagy madárpók szőr a... Azaz. Nem, mert rá ráragad az ujjadra. Igen, próbáld minél jobban az ujjat hegyére tenni. Amúgy az előbb, amit mutogattam, azok a kis cuccok a utazó szedbe. A mini WC pumpa? A mini WC pumpa. Azt lehet, hogy ebből fogom elmondani, de lehet, hogy már elmondtam. A mini ez WC pumpa. Arra való, hogy ráteszed a... retinádra. Nem. Ráteszed a kontaktlencsét, és azzal behelyezed. Ami szerintem a világ legnagyobb hülyesége. Na, de hát, ha Gábornak bejön. Kipróbáljuk a mini WC pumpát. Na most nem vakulok meg soha. Ez olyan vicces, mint ahogy ennek hisztek. Tolasd le. Még elrébb, balra. Úgy. Nagyon jó. Az a baj, hogy összezárod a szemed. De amúgy úgy néz ki, hogy ez sikerülni fog. Van remény. De ha elfordítom a szemed... szép. Nem nyitod elég nagyra. Ez is homlokik a személyadat. Konkrétan. Úgy. Na? Ennyi be. Szúszál. Szúszál. Nagyobbra.
másik szem, fertőtlenítés, ugye? Uh-huh. Úgy is megpróbálhatod, hogy nézed, és megpróbálod rácsúsztatni a szemedre, mert úgy látom, hogy nem tudod elég nagyra nyitni. Hát, ha a mandula szemeid a problémák, bár nem hinném. Mogyi szemű. Mogyi szemű. De, mogyi szemű. Lejjebb. És ráfordul az ujjamra, ráfordult az ujjamra! Igen, ez elég gyakori jelenség. Elég sokszor fogsz érte anyázni. Ne pislogj. Nézd előre, mint egy zombi. Azaz. Nem! 5 perc pihi, mert néha be kell liptatni egy kis pihit, hogyha már szétszetted a szemgolyódat, ugye? Aha. Mert különben... különben bepánikolsz, és idegrohamot kapsz. Mesélj közben, ez hogy működik? A pánikroham? Uh-huh. Hát van, aki elájul, van, aki csak rosszul lesz, és nem nagyon kap levegőt. Ez elég változó, ki mennyire pánikrohamos. Fordult. Nagyon a hegyet tövére. Úgy. Minél... De elcsúszik, hogy a... Nem fog elcsúszni. De nézd, hogy csinálj egy ilyet, és már is mászik lefele. Mászik lefele, ezért kell szépen közelíteni a szemedhez minél gyorsabban. Ez motivál. Úgy rajta lesz majdnem lejjebb, felment az ujjadra. Fordul rá az ujjamra! Pedig majdnem jó volt. Milyen gyakran kell fertőtleníteni közben? Hát nem közben nem kell. Nem ugye több betevés közben, amikor szenved az ember. Ja, hát mindig, hogyha valamihez hozzáérsz mindenképpen. Hogyha esetleg leesik, akkor azonnal nézd meg, hogy nincs előtt a szűr. Azt hiszed, laza leszel, és majd a pislogás inget megállt, csak azért, mert ilyet tudsz csinálni a szemeddel, érted? Azért, mert ilyet tudsz csinálni a szemeddel, így... Nem! Elő teljesen más a pálya. Ne pislogjál, te rohadt! Másik baj az, hogy elkezdesz könnyezni, elkezd ahányszor mindig újra mosod ezzel a szemmosóval, az is csak hozzátesz, és így csúszik elfele a szemhéjat, tehát így. Mondjuk, hogyha megtörlöd utána, az nem egy hátrány. Azaz. De maradj ott! Kettő ujjal is csinálhatod, ahogy neked kéne. Mondod! Azért mondtam, hogy neked kell kitapasztalni. Két ujjal is csinálhatod. Most, hogyha ezt rögtön belerakom a szemembe, én nagyon-nagyon... vegyes érzelmekkel leszek fűtve. Simi-simi szemgolyó. Már látok át rajta. Úgy. Kicsit nyom még rá, fölülre. Úgy. Majdnem. Amikor érzed, hogy rajta van, akkor azonnal a felső részét nyomd rá, és próbáld feljebb csúsztatni. Fogsz egy spatulát? Én mondtam, hogy mindenkinek másképp kényelmes. Na várjál. Az úgy nem fog menni, hidd el. És azt hiszed amúgy, hogy eléggé széthúzod a szemhéjadat. Visszanéztük az első felvételt. Nem. Nem, úsz, nem, még kétszer annyira meg lehet húzni azt. Menjél bele! Menjél bele! Nem. Nope. Én kikönnyeztem az agyamat, hogy meg kiszárad közben az ujjamon. Följebb azt a szemhéjat. És az ujjat hegyére tett. Figyeljünk rá, hogy ne forduljon ki a lencse, mert baromira fog fájni, hogyha a másik felével teszed be. És hogyha el sem teszed be a másik felével, nem is tudod kiszedni, csak a szemgolyóddal együtt. Csak akkor úgy... Na, ez már majdnem olyan, mint az enyém. Igen. Elfordul az ujjamra! Na, ez köcsög. Szóval, hogy ennyire puha. És gondold el, amikor ezek még üvegből voltak. Aha. Majdnem megvolt. Hát,
több szempilla van a szememben, mint kontaktlencs, maradjunk annyiban. Hú. Próbáld meg a krüszös súlyaddal. Nem lehet. Nem szólt középsúly. Mondjuk miért is ne. Csak azért, mert az középsúly sokkal hosszabb, és hát nem. Igen, sokkal hosszabb. Ha megint ráfordulsz, én leharaplak onnan. Igen, de az alsó felé, hogyha rajta van, akkor nem fog ráfordulni az ujjadra. Vagy csak nagyon pancsának kell akkor lenni. Ne pislog. Ezt életesztőnek hívják. Ezt az életesztőnt le kell győznöd most. Rá fog tapadni, rátapad. Van olyan ember, amúgy, ami megfogja, hogy ez a kontaktlencse, jól adj egyet. Hát figyelj, használd negyed évet minden nap, és simán menni fog. Amikor sokat használom, akkor én is azért lesz. És ez még csak a berakás rész a gyerekek. A kiszedés rosszabb? De figyelj, ha egy órát szenvedek, hogy berakjam, mennyit szenvedek, hogy kiszedjem? Én egy olyan 20 perc alatt tudtam kiszedni. De te sem alszol. Ugye ennek a kis csipesznek gumi van a végén. Ettől függetlenül meg tudod vele csípni a szemedet.